Ön tudja, hogy miért hordunk március 15-én kokárdát? A kokárda francia eredetű szó, a használata Franciaországból, a francia forradalom első napjaiból terjedt el. A kokárda kakastarét jelent. Ugyanis a franciák a kalapjukra tűzve viselték, viszont mi magyarok a ruhánkon, a szívünk felett bal oldalon viseljük, és így fejezzük ki a tiszteletünket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei és mártírjai előtt. Hagyományosan ugye az Árpád-házi királyainknak a színe a vörös ezüst, amely a zászlóban vörös, fehérként jelenik meg. Ehhez később csatlakozott a zöld, a hármas halom zöld színe. Mindig ugye nők készítik a kokárdát, és a nők tűzik kedvesük vagy hitvesük keblére. Már a forradalmat megelőzően, március 13-án Petőfi és környezete, Petőfi Sándor felesége, Szendrei Júlia nemzeti szín kokárdákat kezdtek el varni. Sőt, nem csak kokárdát vagy Szendrei Júlia, hanem nemzeti szín főkötőt is, pántlikát, nemzeti szín övet kötött, a szíve fölött a bal oldalon kokárdát viselt, és a fején pedig ezt a bizonyos nemzeti színű főkötőt hordta. És így vonódik össze ebben a kicsin kis jelképben, a kokárdában a szabadság és a szerelem, amit Petőfi Sándor is megénekelt. A szabadságharc végéig nagy kultusza van a kokárdának, és egyértelműen a magyar szabadságot és a magyar függetlenségi törekvéseket, az önrendelkezés szimbolizálja. De azt lehet tudni, hogy a fennmaradt kokárda relikviák mindegyike kívül vörös és belül zöld. 176 éve így viseljük. Kezemben kétféle kokárda látható. Ez egy pántlikás szallagrózsa, ez pedig egy szallagrózsa. Hogyha szigorúan vesszük a zászlóta szabályait, akkor a szallagrózsánál valóban kívül kell, hogy legyen a zöld szín, viszont a pántlikás szallagrózsánál a vörös szín kívülre kerülése helyesnek mondható. Valószínűleg a márciusi ifjak a vexillológia, ez a zászlótan szabályait nem vették figyelembe. De a Nemzeti Múzeumban is őrzünk néhány kokárdát, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi Jókai Mór és Egressy Gábor kokárdáját, amelyeken mind kívül van a vörös szín. Ez egy nagyon érdekes műtárgy, ez az Erekélytárunk egyik kincse. Ezt a kokárdát Petőfi Sándor ajándékozta egy jó ismerősének, Hajós Kálmánnak, amikor 1849-ben meglátogatta őt